Románia egy kelet-közép-európai ország. Magyarországgal, Moldovával, Ukrajnával, Szerbiával és Bulgáriával határos. 238.391.000 négyzetkilométeres területével és közel 19 milliós lélekszámával az Európai Unió 8. legnagyobb területű és 7. legnépesebb országa. Fővárosa és egyben legnagyobb városa a közel 1,9 milliós Bukarest. A szilva kulturálisan és történelmileg egyaránt nagy jelentőséggel bír Romániában, melynek oka, hogy a szilvafák az ország teljes gyümölcsfa termésének mintegy 45%-át teszik ki. 2023-ban Kína után Románia volt a világ második legnagyobb szilvatermelő országa. A román lakosság 81%-a ortodox hívő. Románia Európa egyik legvallásosabb országa, ahol több mint 18 ezer templom található. A nem hívők arányát mindössze 1%-ra teszik. A román Konstantina Ditta 2008-ban a pekingi olimpián megnyerte a női maratonfutást. 38 évesen ő lett a valaha volt legidősebb olimpiai bajnok maratoni futó. A korábbi csúcstartó férfi bajnok 37, míg a női 30 éves volt. A világon felelhető nagyjából 200 ezer barna medvéből körülbelül 6 ezer a Kárpátokban él, ami a legnagyobb európai populációt jelenti Oroszországon kívül. Az 1930-as labdarúgó világbajnokságon Románia a frissen megkoronázott II. Károly király közbenjárásának köszönhetően vett részt. Az uralkodó maga választotta ki a keret tagjait és megegyezett a munkáltatókkal, hogy a játékosok a hazatérésük után sem fogják elveszíteni az állásukat. 1916-ban Románia 93,4 tonna aranyat szállított Oroszországba, hogy a kincstár tartalma biztonságban legyen a Kremlben, még véget nem ér az első világháború. Azonban 2024-ig az oroszok mindössze 33 kg-ot adtak ebből vissza. A bobotéza egy román néphagyomány, amit január 6-án ünnepelnek. Ezen a napon a fiatal egyedülálló lányok bazsalikomból készült koronát viselnek a fejükön, és így mennek a templomba, ahol Szűz Máriához imádkoznak védelemért és útmutatásért, illetve azért, hogy megadja nekik a legjobb férjet. Szerintük, ha elvégzik ezt a rituálét, éjjel megálmodják, hogy ki lesz a jövendőbeli férjük. A világ első kőolaj finomítója a romániai Ploiesben épült 1856-ban. 1966 és 1989 között tilos volt a terhesség megszakítása azoknál a 40 évnél fiatalabb nőknél, akiknek 4-nél kevesebb gyermekük volt. 1977-től külön adóval sújtották a gyermekteleneket, de az óvszert és a fogamzásgátló tablettákat is betiltották. 1989-ben a becslések szerint több mint 100 ezer elhagyatott gyermek volt árvaházakban. Európa legnagyobb sziklába vájt szobra Nyugat-Romániában található. Az 55 méter magas és 25 méter széles alkotás Decebát ábrázolja, aki Dácia utolsó uralkodója volt. Olyan, mint az amerikai Rushmore-hegy, csak ez a Duna partján van. A nem mindennapi alkotás elkészítése 1994 és 2004 között, vagyis 10 évig tartott. Neaxu levele egy 1521-es keltezésű üzenet, amelyet a nevében említett nevű kereskedő írt Brassó polgármesterének Johannes Benknernek. Ez a levél a román nyelv első írott emléke. A Cyril ABC-vel íródott, az oszmán birodalom küszöben álló fenyegetéséről tájékoztatta a Magyarországhoz tartozó város polgármesterét. A szöveget jelenleg a Romániai Nyomtatás és Óromán Könyvek Múzeumában őrzik, és a mai napig a román kultúra és történelme egyik fontos állomásának tekinthető. Korától függetlenül a nyelvezete meglehetősen hasonlít a mai románhoz. A Borát című film Kazaksztánban játszódó jeleneteit valójában az apró romániai Glod nevű faluban forgatták. A helyiek nem tudtak angolul, a készítők pedig azt mondták nekik, hogy egy dokumentumfilmet forgatnak. A romániai Peles kastély volt az első palota, ahová teljes egészében bevezették az elektromos áramot. A kastély saját erőműve termelte az áramot, és az 1888-ban épített fűtési rendszer a mai napig működik. Romániában a két utolsó kivégzett személy Nikolaj és Elena Ceausescu voltak, miután az 1989-es forradalom megdöntötte a kommunista rezsimet. A párost egy kirakat perben halálra ítélték, majd sortűzzel kivégezték őket. Elena Ceausescu volt az egyetlen nő a modern Románia történelmében, akit halálra ítéltek.
Második János Pál pápa 1999-es háromnapos látogatása során közel 1000 év után fordult elő először, hogy az egyházfő felkeresett egy ortodox többségű országot. 1976. július 18-án Nadia Comăneci történelmet írt a montreali olimpián. Az akkor még csak 14 éves tornászlány lett az első, aki tökéletes 10 pontszámos gyakorlatot hajtott végre. Az olimpia hivatalos eredményező táblája, az Omega SE azonban nem tudta megjeleníteni ezt az eredményt, ugyanis a készítők meg voltak győződve arról, hogy egyetlen versenyző sem fogja elérni ezt a pontszámot. Comăneci 10-es pontszámát így 1.0-ként jelenítették meg a verseny bírái. Végül összesen 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet nyert. Bukarestet csak Kis Párizsnak is hívják, ugyanis 1935-ben egy az egyben megépítették itt a párizsi diadalív másolatát. Igaz, ez csak 27 méter magas, szemben a párizsival, amely 50 méteres. A románok szerint, ha valakinek bizsereg a füle, akkor rosszat mondtak róla a háta mögött. A bukaresti parlamenti palota a második legnagyobb állami épület a világon közvetlenül a Pentagon után. Az épület 240 méter hosszú, 270 méter széles és 86 méter magas. 12 emeleten közel 1100 szoba van benne. A Guinness rekordok könyve szerint ez a világ legnehezebb épülete. A parlament 700 ezer tonna acélból és bronzból, 92 ezer négyzetméternyi márványból, 3500 tonna kristályból és 900 ezer négyzetméter fából készült. Az épület súlya 4,1 millió tonna. A román korona nem aranyból, hanem acélból készült. Első Károly román király acélkoronáját a hadsereg bukaresti fegyvergyárában készítették egy ágyúból, amit a román hadsereg a szabadságharc során az oszmánoktól zsákmányolt. Károly azért az acélt választotta az arany helyett, mert szerinte ez jól jelképezi a román katonák bátorságát. 2016. július 11-én az acélkorona felkerült Románia nemzeti címerére, 2017. decemberében pedig a másolatát ráhelyezték az utolsó román király első Mihály koporsójára a temetése során.